Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket, ez itt a Green Team, én Megmenemi Márk vagyok. A mai adásunkban egy talán ennél valamivel kisebb, de mindenféleképpen nagy sziklakert építésébe kezdünk. Tartsanak velünk! A Green Team szakértője kertészernő már a leendő sziklakert helyszínén jár, és a kert tulajdonosával beszélget. A kertet kis túlzással sem lehet rendezetnek nevezni, de Ernő és segédei minden erejüket bevetve megtisztították a felesleges tárgyaktól. A kreatív munka hamarosan megkezdődik, így itt az ideje, hogy a Green Team szellemi vezére Márk is a helyszínre érkezzen. Egész jól állunk. Hátul most már megoldódnak a... Üdvözlöm, Márk vagyok. Szevasz. Na, miben mesterkedtek? Látom, hogy pezseg a munka. Néhány napja itt dolgozunk Monikánál. Egész jól állunk egyébként, hát, de van egy feladványunk, nem is nézek oda. Ez a kis csoda itt? Ez egy pince. Igen. Ez egy pince. Szerinted mire gondol, mit lehet itt csinálni? A fogalmam sincs. Dinamit esetleg, kézigránát. Meg kéne tartani valahogy. Hát ennek maradnia kellene is ide. Igen. Kéne. Szükség van a pincére, úgyhogy valamilyen módon oldanunk kéne ezt a beton dzsungelt. Hát esetleg egy ilyen nagy sípája esetleg, fölhordanak nyári földre. Bob. Nyári bob. Téri sí. Nem igazán erre gondoltam. Hát ez egy nagyon régi kert, és igazából évek óta csak úgy laktunk benne, és nem nyúltam semmihez, mert még a nagypapám ültette a szőlőket. Ő készítette ezt a pincét is, ami most már ugyan nem pince. De azt gondoltam, hogy valami más képet szeretnék, valami nyugodtabbat, pihentetőbbet, ahol jobban kijönnek a gyerekek is, én is pihenni, úgyhogy közel a természethez, ami természetest, és úgy, hogy ezt a pincét meg tudjuk tartani, és erre kerestük az ötleteket. Na biztos ében, hogy az Ernőnek van valami ötlet, látom a szemén. Én arra gondoltam, hogy vadász lesz. Nem. Nagyon nehéz és szép feladat lenne ezt eltüntetni. Mondjuk egy... sziklakertel. Na de ahhoz erős emberek kellenek. Ja, hogy ezért hívtál, hogy követ papra. Igen, nem értettem, mondom, mi feladatom lehet nekem itt, de most már értem. Egy eléggé rumlis kertbe érkeztünk. Ez a pince lejárat, hát ez egy ilyen óvóhely lejáratnak is beillett volna, úgyhogy nem igazán értettem, hogy itt egyáltalán mit tudunk csinálni azon túl, hogy dinamittal esetleg lerobbantjuk a helyéről ezt a dolgot. Ehhez képest pedig elképesztő látványos változás következett be. Szerintem nagyon szép feladat ez. Remélem, ma meg tudjuk csinálni, ha nem, akkor holnap folytatjuk. Hát ez tényleg hát szép feladat lesz. Mónika szerintem alkalmas minden arra. Segítséget szívesen várunk. Hát én nagyon szívesen segítek, remélem, hogy tényleg tudunk ebből valamit kihozni, és akkor legalább tényleg látványos dolog lesz, hogy egy ilyen betont kis kuckóból csinálunk valami szépet. Kövek vannak? Próbálkozunk, igen, igen. Na jó, akkor én elszaladok értük. Jó, rendben van, Márk hozza, addig mi kávézunk, jó? Na jó, mindig így csinálja. Az egész munkafolyam bontással kezdődött, a pince tetőről le kellett bontani a felesleges elemeket, gyomot le kellett írtani, utána pedig elkezdtünk építkezni. Ugye az építkezés pedig a nagyon nagy sziklákkal kezdődött. És most vissza a kertbe a fiúkhoz, akik éppen elég súlyos problémákkal néznek szembe. Na Ernő, most már mindent értek. Most már értem, hogy miért tetted lehetővé, hogy részt vegyek ebben a feladatban. Ezt a néhány kavicsot nekem kéne behordanom, mi? Hát lehet, hogy segítek. Azért az nem ártana, mert szerintem egy 2-3 hétig el leszünk ezzel. Ez nem ez olyan sok ez mennyi, azért. Mennyi ez? Körülbelül 5 tonna kő az, ami itt van. Ezt most vagy ketten, vagy egy kis segítséggel kéne behordanunk majd. Ezeket a sziklákat itt Tétény környékén gyűjtötték kollégák. Még évekkel ezelőtt, amikor még lehetett építkezések után gyűjteni, vagy építkezések előtt parlakterületekről gyűjteni, azóta őriztük, tehát a tájba illő helyi követ használtunk. Ezek pedig, hogyha jól látom, megint csak ezek a nem frissen fejtett kövek, hanem ezek a jó kis mohás, már egy ideje kint a felszínen érett kövek. Igen, alapszabály az, hogy robbantott követ nem használunk, ezek túl friss kövek, és a legnagyobb probléma az velük, hogy a robbantás hatására mikrorepedések vannak
a kő belsejébe, amit mi nem látunk. Tehát azt gondoljuk, hogy nagyon erős, nagyon kemény, viszont jön a tél, vagy az első, vagy a második, vagy a harmadik, és ezek a mikrorepedések megtelnek nedvességgel, és szétfullanak. Biztos láttál már olyan sziklakertet, hogy először jól nézett ki, utána egy ilyen kis murva halom. Még nagyon-nagyon sok más egyéb hibát is látok én gyakran, például egyébként sziklakerteknél. Van egy kedvencem, ami nagyjából úgy néz ki, mint ez itt most, tehát ahogy leborították a köveket, ezt egy picit megszórják egy kis földdel, és beledugdosnak egy pár növényt. Igen, hát két hiba szokott lenni, az egyik, amikor így leborítják, a másik, amikor pontosan kirakják a köveket egyenlő távolságra. Nincs ilyen a természetben, nincs ilyen. Én azt szoktam javasolni a megrendelőimnek, hogy ők is kiránduljanak, nézzenek körül a természetbe, és lássák azt, hogy hogyan néz ki a természetben. A harmadik legnagyobb hiba, ha nem tájazonos követ rakunk. De erről már beszéltünk, és még mindig fogjuk mondani, hogy a nézők is jobban tudják. De jó, és azt mondd meg így a tájazonos követ mellett, hogy mi a feladatunk, mert hogyha itt állunk egész nap, akkor sose leszünk meg. Tehát vigyük be a követ, és még mi lesz a menet ma? Igen, nem egy egyszerű napunk lesz, behordjuk a köveket. Először a nagyobb köveket fogjuk behordani, ezzel adjuk meg a sziklakertnek az alapját. A pince hátsó oldalánál egy teraszos megoldást fogunk alkalmazni, viszont a déli oldalon megpróbálunk egy ilyen természetes kőkibújásos sziklakertet alkotni, amihez már jók lesznek a kisebb kövek. 5 tonna kő, 7 köbméter föld, és néhány száz növény. Ez a mai feladat. Miért nem mondtam, hogy nem érek rá? A Green Team ezzel véget ér, de a sziklakert építése hamarosan folytatódik. Nézzük miképpen. Na jól van, örömmel láttam, hogy te sem lopod a napot, amíg én hordom a követ. Jól látom, vagy jól gondolom, hogy akkor itt kialakítasz egy ilyen kis alapot, és innen fog majd ez a hegy építkezni fölfelé? Igen, ezek a 200 kilós kövek arra alkalmasak, hogy megtartsák majd az úgynevezett rézsüt meg sziklakertet, illetve hát ugye itt lesz egy terasz, amelyben nagyon szép kis évelővirágokat fogunk beültetni. A sziklakert szép dolog, de azt sokan hajlamosak elfelejteni, hogy egy szikla nehéz, komoly súlya van, hát még egy teljes teherautónyi kőnek. Hogy mennyire nehéz feladatról van szó, azzal Márk is szembesült. Amikor Ernő megmutatta, hogy itt mekkora köveket kell majd becipelni, hát nyeltem egy nagyot, mert bár nem kevés követ cipeltem már, de azért ilyen nagyokkal még nem volt dolgom. És megmondom őszintén, azért ezeknél tényleg vigyázni kell arra, hogy az ember ne emelje meg magát, és ne húzza meg a derekát, úgyhogy örülök, hogy sikerült úgy átvészelnem a napot, hogy rutinból, combból emeltem, használtam az izomzatomat, és nem sérültem meg. Éljen! Na jól van, örömmel láttam, hogy te sem lopod a napot, amíg én hordom a követ. Jól látom, vagy jól gondolom, hogy akkor itt kialakítasz egy ilyen kis alapot, és innen fog majd ez a hegy építkezni fölfelé? Igen, ezek a 200 kilós kövek arra alkalmasak, hogy megtartsák majd az úgynevezett rézsüt meg sziklakertet, illetve hát ugye itt lesz egy terasz, amelyben nagyon szép kis évelővirágokat fogunk beültetni. Aha. Ezen az oldalon viszont már természetesen megépítjük a várva várt sziklakertet, hisz ez a déli oldal a klasszikus megoldása a sziklakertnek, a déli lejtőkön szép virágzó növények, és mivel tudjuk, hogy vannak kutyák, ezért törpeörökzöldeket fogunk alkalmazni, azok talán jobban bírják a kutyák viselkedésével együtt járó problémákat. Hát igen. A sziklakertnek az a rákfené, hogy ennek nagyon természetes hatásonak kell lenni. Tényleg úgy kell kinézni, mintha ott a természet alkotta volna, és valóban a szél és az eső az év századok alatt lekoptatta volna a köveket, és a kövek közül kinőttek a kicsi növények, és ezt nagyon nehéz mesterségesen újra teremteni ezt az érzést, mert az ember automatikusan elkezd szabályosan köveket lerakni, és nem tudja valahogy megoldani azt, hogy természetes legyen. Ennek a másik véglete az, mintha egyszerűen leborítottak volna egy adag sziklát valahonnan,
van egy platóról, aztán megszórták egy kis földdel, és bele-bele ültettek egy-két ilyen növényt. Úgyhogy ha valaki sziklakertet akar csinálni, tényleg vegye a fáradtságot, hogy egy picit járjon utána, nézzen meg néhány Green Team adást, vagy pedig a neten nézzen körül, hogy milyen sziklakertet kell építeni, és hogyan kell azt szépen megcsinálni. Egyetlen egy problémád van, amit most fogunk megoldani ketten, na, hogy a kettő szintet el kell választanunk egymástól. Ez azt jelenti, hogy most ugye itt lesz ez az első kis terasz, innentől pedig már megpróbáljuk megépíteni az egész nagy sziklakertet, akkor ide szükségeltetik egy komolyabb szikla, amivel már megtámaszthatjuk a földet. Uh-huh. Én erre gondoltam, hogyha ezt oda behelyeznéd, azt megköszönném, de ha kell, akkor szívesen segítek. Nem kell. Persze majd, ha lesérülök, jó, majd akkor küldöm a számlát. Rendben van. A számomra az a sziklakert, amelyre ránézek, és úgy érzem, hogy az ott van, és ott is fog maradni. Ez a legfontosabb, hogy ne olyan legyen, mint egy halom kő, amely bármely pillanatban elgurulhat, egyszerű legyen, és olyan legyen, mint amit a természetben is láttunk. Ez az én arcpolitikám, természetesen kompromisszumban, ebben az esetben is volt kompromisszum, hisz szintet kellett emelnünk, szívesebben nyújtottam volna meg a rézsüt, de nem volt rá lehetőségünk, hát ezeket a kompromisszumokat is alkalmazni kell. Egy jó tanács önöknek is, mielőtt ilyen méretű köveket emelgetnek, hogy soha ne derékból emeljék, ne így előre hajolva, mert garantáltan becsípődik az ideg a hátukba, és jó pár hétig nem fognak tudni mozogni, hanem nagyon fontos, hogy mindig álljunk jól mellé, és combból próbáljuk meg ezeket emelni. Persze ez nem azt jelenti, hogy sikerülni fog, de legalább nem kapnak sérvet közben. Vagy szóljon fele barátjának. Hát igen, szóljon fele barátjának, és ne egyedül próbáljon hősködni. Igyékel, ezek nem hungarocellből vannak ezek a kövek. Arra is mindig nagyon ügyeljünk, hogy jó alaposan ágyazzunk meg nekik, hiszen ezeknek itt kell majd állniuk jó esetben évtizedekig, és nem árt, ha jó stabilan állnak. Főleg azért nem, mert ha leborul, annak csúnya vége lehet. Mivel ezek a kövek nem túl könnyűek, nem árt, hogyha előre végig gondoljuk azt, hogy mit hová fogunk tenni. Viszont abból kifolyólag, hogy ezek nem szabályos, hanem szabálytalan formák, akkor sem fogjuk megúszni, egy kicsit legózzunk ezekkel a csöpp kis kavicsokkal. De hát ez van, ha az ember sziklakertet épít, akkor bizony rá kell szánni egy kis időt. Az alapok már állnak, a sziklakert építése folyamatban van, de a Green Team most véget ér. Mielőtt elbúcsúznánk, nézzük, mi vár ránk legközelebb. Nem jó minőségű földet, hanem inkább laza szerkezetű, tápanyagban kevésbé gazdag földet használunk sziklakert építésnek, mert? Mert hogy a sziklakertben való növények azok nem igényelnek annyira nagy tápanyagot, ugye? Hisz az eredeti élőhelyükön is sivár körülmények között nőnek. A Green Team szó szerint nehéz küldetésben vesz részt, ugyanis éppen 5 tonnányi követ használnak fel a kert megépítéséhez. Az alapot képező sziklák már a helyükön vannak, de mielőtt a földmunkák megkezdődnének, Márkék a magasból veszik szemügyre a helyzetet. Azt jól tudom, jól látom, hogy itt a sziklakert kialakításánál, tehát a forma kialakításánál még nem annyira fontos, hogy nagyon jó minőségű föld legyen, hiszen ezek csak igazándiból a köveket tartják tulajdonképpen. Nem jó minőségű földet, hanem inkább laza szerkezetű, tápanyagban kevésbé gazdag földet használunk sziklakert építésnek, mert? Mert hogy a sziklakertben való növények azok nem igényelnek annyira nagy tápanyagot, ugye? Hisz az eredeti élőhelyükön is sivár körülmények között nőnek. Nem egészséges, nitrogénben gazdag, trágyás földet teríteni a sziklakertben. Nem ugyanazt fogjuk visszakapni. Meg túl burjánzhat. Láttam már olyan sziklakertet, ahol itt minden lógott ki belőle, és nem nézett ki jól. Így van. Legfontosabb az, hogy ha lehetőség van, alulra rakjunk egy drén réteget, hogy a felesleges csapadékvíz eltűnjön a területről. Ebben az esetben nekünk nem nehéz, hisz fönn vagyunk a pince tetején, tehát innen le fog folyni szépen a víz. Ez az eredeti termőhelyeken is így van, szépen lefolyik a hegyoldalról a felesleges víz. A másik, hogy ez a talaj, ez nem egy kötött talaj, hanem egy jó vízáteresztő képességű talaj.
látod, mi is használunk kevert földet, homokkal, kővel, zúzalékkal kevert földet használunk. Ez nagyon jó arra, hogy rögzítsük a sziklákat, és természetesen picike tápanyagot fogunk adni a növényeknek, mert azért az erőteljes gyökreesedés az a szükséges, de hát ezek ilyen belső titkok, úgyhogy nem mondjuk el senkinek. És hogyan tovább most? Hát leszállunk a magas lóról, a pincetetőről. És javaslom, nézek ott magamnak egy olyan 200 kilósat, neked egy 300 kilós sziklát, rakjuk helyére. Minek kérdeztem meg? Na, gyere! A sziklakerti alapkövek elhelyezésénél nagyon figyelni kell a pontos illesztésekre. A természet természetesen nem így alkatta meg őket, ezért néha elő kell venni egy kis segítséget. Ebben az esetben megpróbálom én kézi erővel. Még hogy a mészkő puha. Hát én megküzdöttem ezzel, de nem sikerült. Kérnék egy kis segítséget. Segítség! Nagyon nagy szerencse, hogy nem csak ketten álltunk neki ezt megcsinálni Ernővel, mert szerintem hetekig építettük volna, ugye azt hiszem, hogy 5 tonna kő került ide be ebbe a sziklakertbe. Tehát nagyon nagy szerencse, hogy volt, amikor 10 ember dolgozott ezen a sziklakerten, mert itt rengeteg követ, rengeteg földet, rengeteg növényt kellett megmozgatni, úgyhogy ez nem egy ilyen kis 2-3 emberes meló volt, hanem egy komoly csapatmunka. Na mi van, szobrot is faragsz? Hát megpróbáltam önarcképet, de... Hasonlít egyébként, hasonlít, van némi hasonlóság, jól haladsz. Robosztus, nem? Mindenképpen robosztus és karakteres. Azért elárulom, kértem egy kis technikai segítséget a kollégámtól. Ezzel nem nagyon boldogultam, úgyhogy egy vésőgéppel igyekeztünk megfaragni optimálisra a két kő illesztését. Úgyhogy most már csak illeszteni kellene. És ehhez kell legyen. Igen, jó, oké. Számomra a nap legnehezebb része az volt, amikor ki kellett számolni, hogy mennyi sziklára van szükségünk. A tapasztalatok és a szerencse azt hozta, hogy pont elég lett, amit hoztunk. Oké, az a tervem, hogy teljesen rátoljuk, billegtetve, jó? Próbáljuk! Először ez az oldal. Most ki kell ékelnünk földdel, úgyhogy... Megdöntöm, te meg lapátolsz. Tömőfával jól megtömöríti Ernő. Na, lássuk. Na, ezt most arrébb borítod. Nem fogom. Van egy nagyobb szikla. Ötlet? Mindenféleképpen szeretném egy kicsit emelgetni és billegtetni. Lehetne? Javaslatom az, hogy próbáljuk meg. Nagyon jó. Na, gyere. És most vissza Márkhoz és Ernőhöz. Ernővel megint nagy öröm volt együtt dolgozni. Egy üde, nagyon-nagyon kellemes figura, aki vérprofi, de minden mellett pedig mindig nagyon jó kedélyű. Jó volt látni, hogy az egyik kedvenc témájával foglalkozik, ugye a kövekkel és a sziklákkal. Ugye ezeket a köveket ő mind személyesen gyűjti be tulajdonképpen apránként, és aztán nevelgeti magának ugye egy árnyas helyen, míg mohásak nem lesznek, úgyhogy mindig lehet tőle valamit tanulni így a kövekkel kapcsolatban. Elkészült a kis hegyecske, ennyi 5 tonna kő, mennyi föld? 5-6 köbméter föld. Ó, de ezzel... Némi szalonna. Egy kis izomerő, de még messze nem vagyunk készen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen növényeket hoztál, megmutatod? Szívesen, menjünk, nézzük meg! Na, nézzük, mit hoztunk. Na, cukros bácsi, mit hoztál? Jaj, de szépek! Nagyon jó. Látom, hogy egy csomó fűszernövényt hoztál meg, jó kis örökzöldeket. Törpe örökzöldeket, ugye fontos. Igen, ez lett volna a kérdésem, igen, hogy ez egy tiszafa, hogyha jól láttam, hogy nem fogja ez nagyon kinőni a terepet. Igen, egy oszlopos törpe örökzöld. A fajtája, Taxus baccata, mindjárt megnézem, David.
David! Vagy Dávid. Az egyik nagyon fontos dolog a sziklakertek esetében, ha azt akarjuk, hogy természetes legyen, az, hogy milyen növényeket használunk. Tehát a természetben nézzük meg, hogy milyen növényeket találunk olyan környezetben, ahol pici kövek repedéseibe tudnak kihajtani. Ugye ezek általában varjuhájfélék, szédumfélék, kövirózsák, tehát olyan növények, amik elég jól bírják a szárazságot, nincsen szükségük nagy nedvességre, nagy táptalajra ahhoz, hogy növekedjenek, illetve egy kicsit ilyen bonszájos növekedés növények, amik ugye a pici távterületen nem tudnak nagyjá fejlődni, hanem teljesen idomulnak ahhoz a környezethez, ahol élnek, tehát mindenféleképpen törpe növekedésű növényeket kell ültetnünk. Amikor azt mondjuk, hogy törpe, örökzöld, az azt jelenti, hogy körülbelül 2-3 méterre nő meg 10-20 év alatt természetesen. És nem 16-ra. Így van, így van, így van. Javaslom a nézőknek is a törpefenyőkből a Pinus mugo mops fajtát, mert nagyon szép tömör gyönyör, és kis helyen elfér, és nagyon-nagyon lassan nő. Na de még van egy klasszikus színfolt a sziklakertekben, a kecskerágófélék. Azt hittem a rózsát fogod mutatni. Igen, a törperózsákról is fogunk beszélni, de ezt majd amikor beültetjük, hisz annak különlegesen szép, napfényes helyet kell találni. A kecskerágókról viszont annyit kell tudni, hogy... Hát szuper növények. Igen, 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 igen. Sok mindent kibírnak. A probléma az velük, hogy pajzstetvesednek, erre oda kell figyelni. Igen, főleg ez a sárga levelű fajta. Így van. Ebből van sárga levelű, sárga zöld, illetve zöld fehér. Én azt javaslom, hogy helyezzük el őket a végső helyükre, és akkor közben még tudunk nyomogni rajtuk. Támogatom. Akkor kezdjük. A Green Team a végéhez közeledik, de mielőtt elbúcsúznánk, nézzük, hogy mi vár ránk a következő részben. Nem mondod komolyan, hogy ez a jónoszlop, ez valójában egy vízgyűjtő tartály, meg őrülök! Egy sziklakert építése igazi férfiaknak való feladat, hiszen a kövek nem éppen könnyűek. Márkék az elmúlt adásokban 5 tonna követ és 3 köbméter földet mozgattak meg, hogy megépítsék sziklakertjüket. De a köveket egyelőre békén hagyják, ugyanis egy nagy, ronda, kék dolog teljesen megbabonázza őket. Márk, mit szólt ehhez az idéglenes megoldáshoz? Gyönyörű, nagyon szép, esztétikus, kedves. Én kedvelem ezeket a kis vízgyűjtő hordókat, sok kertecskében találkozni vele. Egyetlen egy baj van, hogy mindig azt mondjuk, hogy idéglenesen megoldjuk, és aztán évekig ott van a kert közepén vagy szélén, és ott rondít. Igen, így kéktelenkedik a kert közepén. Vannak erre kulturált megoldások. Szeretnék ebből mutatni néhányat neked. Ne viccelj, hát mindenféleképpen, mutasd! Na, menjünk! Hát azt hiszem, hogy ha egy rondassági skálán kellene osztályoznom ezt a csodálatos kék vízgyűjtőt, hát azt hiszem, hogy 7-8-as fokozatot érne el, borzasztóan csúnyák, úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha a magyar kertekből szépen lassan eltűnnének ezek a jellegű vízgyűjtők, hiszen annyiféle vízgyűjtő módszer van, annyiféleképpen lehet esővizet gyűjteni, ami egyébként egy nagyon-nagyon szimpatikus és pártolandó dolog, csak kérem szépen, hogy ne ebbe a csúnya műanyag kék hordóba könyörgöm. Nem mondod komolyan, hogy ez a jónoszlop, ez valójában egy vízgyűjtő tartály, meg őrülök. Bizony, bizony. Néz úgy ki, mint egy 200 literes hordó, ugye? Hát egy icipicivel jobban néz ki annál. Igaz, egy picivel drágább is, de szerintem megéri az árát, főleg azért, mert ez 500 liter. Mi a helyzet a kosszal? Mert nekem például az problémám még a hordónál is, hogy egy idő után tele lesz kosszal az egész, és akkor halászhatom le a tetejét. Most ebből kihalászni az ilyen öreg leveleket, meg ilyesmit, azért az problémásnak tűnik. Annál is inkább, mert valahol ki is kell engedni belőle, és ha kiengedjük, akkor érdemes egy kerti csapot alkalmazni. És ezen bizony nem jön ki a falevél, ugye? Hát ezen nem. Megtalálod a helyét? Igen. Ide kerül be, így, egyszerűen becsavarozom? Hát nem egyszerűen, mert természetesen teflonszalagot tekerünk, azzal tudjuk szigetelni, hogy biztosan jó legyen. De kérdésedre visszatérve, szűrőt kell elhelyezni a csatornacsőben, mert jön szemét a csatornám. Ez a szűrő nem olcsó, viszont nagyon-nagyon megéri. A feladata az, hogy a csatornában lévő szennyeződéseket eltávolítsa a víztől, és a tiszta víz megy be a tartályba, a szennyeződés a koszos vízzel pedig tovább megy a csatornába. És időközönként ezt lecsavarjuk és kiszedjük belőle a szennyeződést. Igen. Érthető ugye, hogy ezt be kell építeni a csatornába, tehát ki kell vágni a csatornából egy darabot,
ezt beépítjük, és ebből jön a vízgyűjtő tartályba. Persze, csendben jegyzem meg, hogy itt az Eresz csatornáról beszélünk, tehát az esővíz csatornáról, nem pedig a szennyvíz csatornáról, ugye, Ernő? Természetesen. Kalandjaink ezzel véget értek, de hamarosan folytatjuk, hiszen a sziklakertet még be kell fejezni. Nézzük, mi vár ránk a következő részben. Akkor még van hátra a talajtakarás. Természetesen sziklakertné, mivel mészkőből van a sziklánk. Így jó, murvá. Osztályozott kerti mészkőzúzalékot fogunk alkalmazni. Ez murva jó lesz. Kő, kő és még több kő. Így indult az 5 tonna szikla felhasználásával épült kert megalkotása. A Green Team mindent bevetett. Megtisztították a kertet, a helyszínre hordtak egy kisebb hegynyi követ. Több köbméternyi földet, ihletet merítettek a természetből. Majd a kert beültetésének is nekiálltak. Imponáló teljesítmény. Igaz, az utolsó simítások még hátra vannak. Ez így szerintem pont elég lesz, ez így egy szép sziklakert lesz belőle, arra tényleg nagyon kell ügyelni, azt is láttam, hogy egy gyakori hiba, hogy az emberek ugye az adott pillanathoz képest rakják tele növényel, és túlültetik, tehát ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a növények meg fognak nőni, lesz egy kis terük, és nem jó, hogyha egy év múlva már összenőnek, az a jó, hogyha szépen kitöltik majd ezeket a területeket a későbbiek folyamán. Igen, a kertépítői oldalról pedig olyat kell készíteni, hogy a tulajdonos megrendelő már egy kész terméket kapjon. Természetesen valahol a kettő között van az igazság. Lesznek a téli néző is így van vele. Igen, lesznek olyan növények, amit már ajándékozhat két év múlva is, mert elszaporodik, túlszaporodik, összenő, és természetesen lesznek olyan növények, amelyeket metszeni kell, nyírni kell, de ez már az ápolása, egyelőre az ültetésnél tartunk. Igen, azt láttam, hogy kifejezetten csak törpenövekedési dolgok voltak, hiszen itt is a természetet kell utánoznunk, a természetben is az ilyen sziklás környezetben ugye nem hatalmas nagy buja bokrok vannak, mert a tápanyag viszonylag kevés, ugye nagyon süt a nap, esetleg erős a szél, tehát általában a növények inkább megpróbálnak elbújni, elterülni a kövek között, tehát ezt próbáljuk itt is utánozni és leutánozni. Hát ha már napról beszéltünk, akkor egyértelmű, hogy azok a növények, amelyek kedvelik, ezek a sziklakerti növényeknek a nagy része, azokat a déli oldalra ültetjük, és hát mondjuk néhány növény, amelyik kicsit párásabb, jobb körülmények között érzi jobban magát, azt egy kicsit próbáljuk árnyékosabb, vagy másik nagyobb növésű növény mögé, mellé ültetni. Mm-hmm. Akkor most már nincs más hátra, mint hogy elültessük ezt a 245.642 növényt, oké? Okay? Ez a te részed, az enyém a többi, jó? Oké. Okay. És most vissza a kertbe, ahol a munka még javában zajlik. A sziklakert elkészült, de természetesen a környezete még félkész állapotban van. Nem sokára itt gyönyörű szép gyepszőnyeg lesz, az öntöző rendszerben is már utolsó simításoknál tartunk, és még néhány növényt kell elültetnünk. Én azt gondolom, hogy néhány nap múlva át tudjuk adni ezt a kertet. Nagyon nagy örömmel láttam, hogy törpe rózsákat is ültettünk, mert hogy nagyon szeretem a rózsákat, de nem szoktam gyakran látni sziklakertben. Ez ízlés kérdése, a törpe rózsa, illetve a talajtakaró rózsa használata ugye nem nagy mennyiségben, viszont egyet tudunk róla, illatos, egész nyáron virágzik, és nagyon dekoratív. Úgyhogy én bevállaltam ezt. Természetesen a természetben nem ez a fajta jelenik meg, hogyha elmegyünk kirándulni, hanem a róza rugóza, tehát a vadrózsa. Na jó, hát teljesen ez természetesek nem tudunk lenni. De ez egy finomított változata. Arra figyelhetünk, és fölhívom a nézők figyelmét is, hogy több színben lehet kapni már törperózsát, talajtakaró rózsát, mint például ez a dark red. Nagyon csinos ez is. Ez is illatos, vagy ez nem? Ez nem, de szép. Nem illatos. Viszont van olyan növény, ami nagyon illatos, és a sziklakertekben gyakran használjuk. A szegfű, igen, hát
őt én is ültettem a sziklakertembe, és tényleg nagyon jó, nagyon meghálálja, nagyon szépen benövi a területet, és tényleg nagyon finom. Nem túl erős, de abszolút határozott illata van, hogyha úgy hozza a szél, akkor az ember megcsapja ez a szegfű illat. Ha éppen illatos, ez egy nagyon illatos, ez abszolút illatos. Sok virágú, de vannak kisebb virágúak is, amelyek kevésbé illatúak, viszont szőnyegszerűen terjednek, jól fogják a rézsüt, tehát mindegyiknek van előnye, hátránya. Figyelni kell a vásárlásnál, hogy vannak olyan szegfűfélék, amelyek nem bírják a telet, évelő szegfűt kell vásárolni, mint évelő virágként. Ez nagyon kellemes illatú. Itt is több szín van, egész világos rózsaszíntől a sötét színig. Én nagyon kedvelem a sötét színűeket, mert a fehér köveknél ez jól mutat. Most pedig térjünk vissza a kertbe, ahol Márk és Ernő éppen felteszik az íre a pontot. Akkor még van hátra a talajtakarás. Természetesen sziklakertnél, mivel mészkőből van a sziklánk. Így jó, murvát! Osztályozott kerti mészkőzúzalékot fogunk alkalmazni. Ez murva jó lesz. Szerintem is. Egyébként pedig még csak mindig a saját kertemből indulok ki. Én például a sziklakertbe apró gyöngykavicsot szórtam, az is egyébként szerintem. Bár nem teljesen. Miből van a kő? A kő, hát... Kavicsból? Kavicsból van, csak nem kopott le. Jó, a nagykönnyek azt mondják, hogy ugyanabból az anyagból használt zúzalékot használjunk. Oké, majd akkor lekapirgálom. Jó, a gyöngykavicsot. Jó, arra figyeljünk, hogy vannak nagyon apró növények, azok aránylag túléljék ezt a kőzáport, jó? Oké. Nos, Monika, észlelsz némi változást itt a területen? Ez gyönyörű. Először így megdöbbentem, mert ilyen óriási hatásra volt rám. Aztán rájöttem, hogy ennek pont ez a funkciója, hogy a kertnek ez lett a dísze. Tehát így nem lehetett másképp azt megoldani, hogy a pince is megmaradjon, és valami gyönyörű látványosság is legyen a helyébe. Nagyon szép, nagyon tetszik, így nézegetem, ízlelgetem. A hátsó részét az különösen nagy meglepetés volt, hogy egész más megoldás lett, mint amit megbeszéltünk az elején, de nagyon tetszik. Természetesen lesz némi feladat is vele. Például? Valamennyi gyom ki fog jönni, rendszeresen gyomláltuk, akkor nem lesz nagy munka. Szárazságtűrő növények vannak itt, de nem szárazságkedvelők. Ez azt jelenti, hogy időnként meg kell locsolni a növényeket. Túllocsolni nem szabad, uh-huh. Viszont egy ilyen félnedves talajállapotot érdemes megtartani, főleg most, mert frissen gyökereznek. Biztos vagyok benne, hogy Mónikának nem fog nagy problémát jelenteni ennek a sziklakertnek a karbantartása, mert látom rajta, hogy mennyire boldog, és ez a kertjének tulajdonképpen az első igazán látványos kertészeti eleme, úgyhogy szerintem nagyon sok időt fog vele eltölteni, és boldogan fogja ezt karbantartani. A kövekkel sok bajotok nem lesz, én azt gondolom még egy 3-400 évig ezek itt el vannak, és aztán majd utána meglátjuk, hogy mit kell velük csinálni. Rendben van? Rendben van. Nagyon szép. Örülünk, ezért érdemes csinálni. Így van. Ram,